sajtótájékoztatója, engedjétek meg, hogy az asztalnál helyfoglaló új embereket bemutassam. Börger Luka vendégek vezetőedzője, Máté Dominik, Elverum magyar válogatott játékosa, Ruben Carlos Pastor, MOL Pixeget trénere, Bánini Bence, MOL Pixeget férfi kézdaló csapatának kapitánya. Megkérném a vendéget, mesterét, hogy értékelje a találkozót. It's a pleasure to welcome everyone here at the press conference after the game MOL Pixeget against Elverum Handball. We're greeting here the head coach of the away team and Matej Dominik, head coach of MOL Pixeget, Juan Carlos Pastor and Bani De Vente from MOL Pixeget as well. We'd like to ask the coach of Elverum to share his thoughts about the game. First of all, congratulations to Carlos Pastor and his team. A great team, a tough fight. I think we in the first half actually played really well. We had some problems with the connection with the pivot. Then we had some problems with the shooters. But we managed to get some good opportunities running with Jagged, really pushing them. Then in the second half, maybe Jagged came with some more energy than us. We really played well, we had problems in 6-0, it went in 5-1, still they created chances everywhere. Main difference, first half, second half, is also maybe Mikle, who managed to have a lot of good saves and kept us from scoring and keeping it a close fight. So in the end, we gave everything, we wanted to make a good performance, we take with us what we did good in the first half, and then we have to learn from what didn't go so well in the second half. Először is szeretnék gratulálni Juan Carlos Pastornak és a csapatának. Azt gondolom, hogy az első fél időben jól játszottunk. Voltak problémáink azonban, főleg kommunikációban, valamint a lövéseink sem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna. A második fél időben a MOL Pixeget nagyobb energiákat tudott mozgósítani, és itt azt gondolom, hogy növekedett a problémáink száma. Azt gondolom, hogy nagyon nagy különbséget jelentett a két csapat között Mikler Roland és az ő második fél idei teljesítménye, aki többször is zicsereket hárított, és megakadályozott minket abban, hogy tartani tudjuk a lépést a Szegeddel. Mindemellett megpróbáltunk mindent, megpróbáltuk tartani a lépést a Szegeddel, ugyanakkor csak sűrűsödtek a problémáink ebben a szakaszban is. Szépen köszönöm, következett Juan Carlos Pastor, az első szó a gratulációi, nekem úgy érdekelje a találkozót. Now we are asking Juan Carlos Pastor to share his thoughts about the game. First is congratulations and please share your thoughts. Okay, thank you. Good evening everybody. Thank you very much. Also, congratulations for everyone because they play good with fair play. Very important now. In this moment, I think more or less I agree with Borge because it's difficult for us to start on the first game in Champions League at home. We have some problems with the shoots from the wings and also with short space, also with shoots from outside. But I think in the second half, the key was to take 5-6 goals in the beginning. After also rolling on defense, keep us the confidence. No? We play, I think, very good in attack. We have so many options to score goal in any attack. And also, the other key to us was our balance. No? We may be good balance in our match because we know that everyone he wanted the best option for them. They play very fast, very good. I am happy, congratulations with my team. Now it's time to recover and to continue to work. Először is szeretném megköszönni a gratulációt, és hasonló gondolatáimat szeretném megosztani Borgéval, és azt gondolom, hogy nagyon jó mérkőzést játszottunk, jó mérkőzést játszott mind a kettő csapat. Az első fél időben nekünk is voltak problémáink a lövésekkel és a befejezésekkel, próbálkoztunk mindenhonnan a szélről, közelről, távolról. Ugyanakkor ebben az időszakban még akadozott a játékunk. A második fél időben valóban azt gondolom, hogy a kulcs az volt, hogy a fél idő elején el tudtunk lépni,
és az ebben a szakaszban megütt 4-5 gólunk volt az, ami meghatározta a mérkőzés további képét, illetve ahogy Borgé is említette, Rolinak a nagy védése is sokat lögtek a csapaton tulajdonképpen. Ugyanakkor, amit itt fontos volt tartanunk, az az, hogy az egységünk meglegyen. Mind védekezésben, mind támadásban folyamatosan tudtunk teljesíteni, és ennek lett ez a végeredménye. Most nincs más dolgunk, pihennünk kell, felépülünk a mai mérkőzésből, és újra mérkőzéseket kell játszanunk. Nehéz volt, de nagyon örülünk, hogy ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhettünk. Köszönöm szépen Juan Carlos Pásztornak, következzen Máté Dominik, az Elverum magyar válogatott játékosa. Neked is nagyon jól indult a mérkőzés, nektek is jól indult a mérkőzés. Miben fordult meg a kocka? First of all, I would like to congratulate for the Szeged team. In the first half we played very good. We scored so many first break goals, but in the second half the Szeged team changed his defense, his aggressivity, and Rolly saved so many shots. That was the key for the Szeged, I think. Köszönöm, én is azt gondolom, hogy az első fél időben jól játszottunk, jó mérkőzést játszottunk, a második fél időre viszont megváltozott a mérkőzés ritmusa, ahhoz képest, hogy az első fél időben lerohanásban volt, többször is eredményesek tudtunk lenni. A második fél időre a Szeged védekezése sokkal agresszívabbá és sokkal hatékonyabbá tudott válni. Mindemellett én is szeretném kiemelni Rolinak a nagy védéseit, és ennek lett ez az eredmény. Milyen érzés volt válogatottbeli csapattársaid ellen játszani? It was good to play with my NFL teammates. It was hard to switch it off Bence or Bodo. It was so hard really to defend them against them. Nagyon jó érzés volt, hogy a válogatottbeli csapattársaimmal játszhattam. Ugyanakkor nagyon-nagyon nehéz dolgom volt védekezésben, mint Ricsivel, mint pedig Bencével szemben. Nagyon szépen köszönöm, Dominik, következzen Bánhidi Bence, a Molnapik Szeged kapitánya. Bence, gondolom, nagy kő esett le a szívetekről ezzel a győzelemmel. Jó estét köszöntök mindenkit. Igen, megmondom őszintén, hogy nagyon jó érzés volt újra hazai pályán játszani BL-mérkőzést, még így is, hogy nem voltak itt a szurkolóink, és az is nagy élmény volt, hogy újra a két pontot tudtunk szerezni az idei szezonban, a BL-ben. Nagyon jól felkészültünk a mérkőzésre, megoldottuk azt, amit kért a mester, a visszafutás. Az első félidőben volt egy kis problémánk, de a második félidőben úgy jöttünk ki, hogy megnyomtuk a második félidő elejét, és talán nem volt már kérdés a végkimenetele a mérkőzésnek. Úgyhogy gratulálok az Elverumnak, jól küzdöttek, mi is megyünk tovább, csináljuk a saját dolgunkat. It was a great fight, I have to congratulate Elverum as well. But yes, of course, it is an amazing feeling to get back on track and to play home finally in the Champions League. Even though we had no fans in the arena, we still feel it was an amazing experience. But concentrating on the game, in the first half we had some struggles, but we could come over these. Most importantly, to stop the fast break attacks of Elverum. Some were successful, but in some cases we could manage to do it in defense. As everyone said, the early stages of the second half were really, really important. But what is most important now is that we have the 2 points. We gained points in the Champions League, and we just can't wait to get back. Köszönöm. Van esetleg kérdésetek? Nagyon csak nagyon szépen köszönjük a